akár ma már mondhatnánk azt is, hogy mondjuk ha valaki publikál valamilyen dolgot, ami akár hittel, vagy teljesen más dolga foglalkozik. Az ember történet. Nekem úgy az evangéliumok, a négy evangélium olyan dolog, amit szívesen felütök. Istenbe való hit, nem? Amikor mondja a pap, hogy ezek az evangélium igéi, hogy ez a Bibliának tulajdonképpen így a tanítás része, nem? Nagyon sok dolgon lehet gondolkodni, amik bennük vannak, akár elkölcsileg. Hát Jézusnak a megváltása. Mondjátok meg, hogy mi az, mert most már érdekel. A Biblia legfontosabb üzenete az evangélium. De mi az az evangélium? A szó azt jelenti jó hír. Amikor egy ékszerész be akar mutatni egy drága követ, fekete háttérre helyezi, hogy látható legyen a teljes szépsége. Az evangélium a drága kő, de mi a fekete háttér? Miután Isten megteremtette az embert, hogy egy szerető kapcsolatban együtt legyenek, az ember úgy döntött, hogy szakít a fáról, és ezzel szakított Istennel. Azt mondta Istennek, hogy én jobban tudom, mi jó és mi rossz nekem. Isten a parancsolatait nem azért adta, hogy korlátozzon, hanem azért, hogy megvédjen. Amikor ezeket a parancsolatokat megszegjük, csak saját magunknak ártunk. Háborúk, erőszak, lopás, minden társadalomban jelen van. Ahhoz, hogy ezeket kezelni tudjuk, létrehoztunk intézményeket, mint rendőrség, bíróság, börtön. Ezzel csak megerősítik azt, hogy valami nincs rendben velünk. Ösztönösen érezzük, hogy van egy magasabb erkölcsi szint, amit próbálunk elérni, de nem mindig sikerül. Bibliában az egyik kifejezés a bűnre, céltévesztés. Céltáblának van egy közepe, amit ha eltalálunk, akkor tökéletes a lövésünk. Minden egyes lövésnél a legjobbat akarjuk, de az ritkán sikerül. Az életben is törekszünk a legjobbra, de az is csak ritkán sikerül. Ennek az oka az, hogy céltévesztettek vagyunk, mivel Istent kizártuk, és a saját kezünkbe vettük az életeinket. Szakítás után Isten nem mondott le az emberről, de egy látszólag megoldhatatlan probléma előtt állt. Mivel Isten igazságos, nem engedhette bűnt büntetés nélkül. Ugyanakkor Isten egy szerető Isten, aki nem akarta, hogy az ember az ő szeretete nélkül maradjon. Mi lehet erre a megoldás? Vannak, akik azt gondolják, hogy az embernek kell helyreállítani a megtört kapcsolatot a teremtőjével. A megoldásuk az, hogy tanácsokat adnak, hogy lehetnék jobb ember. Módszerek, szabályok, jó cselekedetek segítenek abban, hogy Isten újra elfogadjon. Baj ezzel az, hogy bár jobb ember leszek, de azt, amit már elrontottam, elrontva marad. Isten nem hathatja a már elkövetett bűnöket büntetés nélkül. Mert akkor igazságtalan lenne. Csak gondolj bele, ha egy bíró szabadon engedne egy gyilkost, csak azért, mert megígéri, hogy jobb ember lesz. Mit gondolná róla? Kedves bíró lenne, de nem lenne igazságos. Mert nem szabta ki a jogos büntetést. Ha az ember nem tudja helyreállítani, akkor ki tudja? Ahhoz, hogy ezt Isten rendezze, úgy döntött, hogy emberré válik. Jézus Krisztus személyében Isten emberré lett és köztünk élt. Amikor az orosz űrhajósok visszatértek a holdra szállásról, azt mondták, hogy nem találkoztak Istennel. Azt gondolták, hogy Isten része az univerzumnak. Mégis miért nem találták meg? Ez ugyanolyan, mint a Hamlet azt mondaná, hogy ő pedig soha nem találkozott Shakespeare-rel. Ezért nem hiszi, hogy létezik. Hamlet csak akkor találkozhatnak Shakespeare-rel, ha ő beleírta volna magát a történetbe. Pontosan ezt tette Isten, amikor Jézus Krisztus személyében emberré lett. Beleírta magát az emberiség történelmébe, hogy személyesen és érthetően találkozhassunk vele. A földi élete során rengeteg embernek segített. A bölcsességével lenyűgözte őket. De ugyanakkor mondott magáról olyat is, amit ember nem mondhat, ha csak nem több, mint ember. Az egyik ilyen kijelentése ez volt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam.
ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is, mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Jézus nem lehet csupán jó embernek vagy Isten hírnökének nevezni. Ezt ő maga nem engedi azzal, amit mondott magáról. Csak két lehetőségünk van. Vagy bolond, akit kerülni kell, vagy valóban az, akinek mondta magát. Isten fia. Annak ellenére, hogy nem követett el bűnt, halálra ítélték, de az, ami reménytelen tragédiának tűnt, lett az emberiség számára a megmentés. Ugyanis Isten az ő fiát büntette meg a mi bűneinkért. Átvette a helyünket, és így megoldotta a problémát. Isten igazságos maradt, de egyben kimutatta a szeretetét. Hogyan lehet ez az evangélium, ez a jó hír az enyém? Rövid válasz, hit által. Hit a Biblia szerint egy bizalmi kapcsolat. A keresztény hitnek van értelmi alapja, de ennél sokkal többet jelent. Mert miután megtudtam mindent, ami megismerhető Istenről, megkérdeztem a tudósokat, filozófusokat és a teológusokat, még egy dolog hiányzik. Pedig az, hogy kapcsolatot teremtsek azzal, akinek a létezéséről bizonyítékokat gyűjtöttem. Isten egyetlen dolgot akar tőlem. Lássam be, hogy szükségem van megbocsátásra, és kérjem meg őt, hogy mentsem meg. Ezt egy egyszerű imában megteheti bárki. Megteheted saját szavaiddal, de ha segítségre lenne szükséged, mondhatod például ezt. Istenem, csináltam, gondoltam, és mondtam sok mindent, amit nem kellett volna. Kérlek, bocsáss meg nekem. Köszönöm, hogy elküldted a fiadat, hogy meghajjon értem a kereszten. Jézus, legyél a megmentőm, én hiszek benned. Amen.